tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Lelátó, a Régió TV Esztergom sportmagazinja. A mai műsorban csupa fociról lesz szó, esztergomi és dorogi sikerekkel. Tartsanak velünk! A dorogi Buzánszky Jenő labdarúgó stadionban jártunk, ahol is a dorogi csapat a Szent Lőrinccel találkozott március 16-án. Ennek az összefoglalója következik most. Dorogi helyzetekkel kezdődött a mérkőzés, de a Szent Lőrinciek jól védekeztek. Szabó Lukasz indult meg a jobb oldalon, szépen játszotta magát tisztára, de a beadását is ki tudták vágni a Szent Lőrinciek. Aztán egy váratlan ellentámadás végén a Szent Lőrinc szerzett vezetést egy védelmi hibát követően. Réti Róbert a gólszerző. Mindösszesen 7 percet kellett várni a dorogiak válaszára, Szerencsi Miklós találta jól a labdát a 16-os vonalánál. A 36. percben újra a Szent Lőrinciek rúghattak szabadrúgást, és ebből megszerezték a vezetést is, 1-2 tehát. Ezzel zárult a félidő. A második félidőben sok támadást vezetett a dorog, de végül is a 77. percben sikerült a második gólt berúgni, ezzel 2-2 lett, és ez maradt a végeredmény. A dorogiak tehát 1 pontot tudtak otthon tartani a hétközi mérkőzésen. Ahogy az várható volt, 2 nagyon hasonló csapat nagy küzdelmét hozta ez a mai mérkőzés. Hogyan értékelnéd? 90 perc alatt nagyon jól játszottunk, több veszélyes szituációt alakítottunk ki a mérkőzés folyamán. Sajnos nem sikerült megszereznünk a 3 pontot, de a teljesítménnyel elégedett vagyok, de úgy érzem, hogy 2 pont benne maradt a mérkőzésben. Ugye változatos volt a mérkőzés, az első 20 perc egyértelműen a dorogé volt, aztán a viszonylag váratlanul érkezett az első gól a Szent Lőrinctől, aztán utána jött az egyenlítés, és utána a Szent Lőrinc vette át az irányítást, kicsit több helyzetük volt, de a mérkőzést, hogyha összegeznék, akkor jóval több dorogé helyzet volt a meccsen. Igen, jól kezdtük a mérkőzést, kicsit a semmiből szerezte meg a Szent Lőrinc egy pontrugás után a vezetést, pedig készültünk rá, mert tudtuk, hogy az egyik fő fegyverük lesz, úgyhogy ez nagyon bosszantó. Abban a pillanatban úgy gondolom, hogy hibáztunk, de utána talpra álltunk, és én úgy láttam, hogy onnantól már ismét mi domináltunk a mérkőzésen. Utána szerencsére sikerült kiegyenlítenünk, a második fél időben megmondhatom, hogy egy kapusztunk, de nem sikerült megfordítanunk. Az, hogy a csapat fel tudott állni 0-1-ről és 1-2-ről is, az a tartását bizonyítja? Nagyon akart a csapat, hatalmas görcsösség volt a játékosokban. Nagyon jó teljesítményt tettek le az asztalra. Én úgy gondolom, hogy ma nagyon bizonyítottak minden irányba, hogy milyen labdarúgók. Sajnos szerencse nem volt mellettünk. Jó lenne egy mérkőzést minél hamarabb hazai pályán is megnyernünk. Az biztos, hogy a gátakat átszakítaná. Ahogy én is láttam, mindenképpen pozitívum az, hogy a csapat jó néhány támadást vezetett. Ugye korábban a masszív védekezés volt jellemzőre, most viszont azért a támadásban is mutattak szép dolgokat. Igen, a támadó játékosaink ma szerintem jól és veszélyesen is játszottak, a cseréink pedig előrefele tudtak még egy pluszt beletenni, és sajnálom, hogy csak 2 gólt sikerült lőnünk, mert szerezhettünk volna többet is. A következő mérkőzésen mi várható? Soroksár érkezik hozzánk vasárnap. Egy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk. Nagyon támadó futballt játszanak. Nagyon nehéz összecsapás lesz, de remélem végre sikerül 3 pontot szereznünk. Ugyanak a sérültek és az eltiltottak a következő mérkőzésre rendelkezésre állnak? Hát a tegnapi napon volt egy sérültünk, Kárász Krisztián megsérült, azért nem is volt a mai keretbe, és ha jól emlékszek, a Lusztus András 5 sárgát van, és így vasárnap nem lesz bevethető.
akik régebb óta maródiak, azok meg még a válogatott szünet után térhetnek reményeink szerint vissza, de nagyon örülünk, hogy végre egy 3-4 hetes kihagyás után Oldal Tiborra már számíthattam, csereként beállva ő is hozzá tudta tenni a teljesítményét az egy ponthoz. Kreatívan futballoztál a mai mérkőzésen is, bár volt nem sikerült szerezned, de sokszor kerültél a kapu közelébe, illetve a helyzetbe. Így van, próbáltam a játékomat játszani. Ez volt megbeszélve az öltözőbe, hogy minél több kreativitást vigyünk a játékunkba. Sajnos gólt nem sikerült szereznem, de örülünk, hogy sikerült a döntetlent. Hogyan látod azt, hogy többször kikaptatok, és nem olyan jól kezdődött ez az idei szezon, mint ahogy szeretétek volna? Benne van a görcs a lábakban, a játékosokban, ezért nem tudjátok áttörni a gátat? Szerintem a haladás meccsig benne volt a görcs a lábakban, de úgy érzem, hogy felszabadult a gát, megtört a jég, és ahogy láttátok, ma is felszabadultan játszott a csapat, és úgy érzem, hogy jó irányba haladunk. Igen, sok helyzet volt a meccsen, és uraltátok az egész mérkőzést, lehet ezt mondani, hogy összességében sokkal több helyzetetek volt, viszont ugye az ellenfél tulajdonképpen semmiből szerzett vezetést, aztán utána megint csak megszerezte a vezetést a 2-1-nél, de sikerült végül egyenlíteni. Így van, egy szerencsétlen gólt kaptunk, igazából nem nagyon volt helyzete az ellenfélnek, mi próbáltunk helyzeteket kialakítani, meg is voltak ezek. Legközelebb oda kell figyelni a helyzet kihasználásra, és úgy érzem, hogy minden rendben lesz. Nem volt könnyű mérkőzés, mindkét csapat nyerhetett volna, de végül is megosztoztak a pontokon. Hát igen, nem volt, nem is vártunk, hogy könnyű lesz. Tudtunk, hogy mi lesz a pályán. Igazából igen, egy elég harcos mérkőzés volt mindkét oldalra. Nem sok helyzetek voltak, viszont azért a mezőnyben elég ütközős volt a találkozó. Egyszerűen sérett, másik nevet, mivel úgy érzem, hogy itt hagytunk a két pontot. Igazából ilyen 60-70 percet elég jól futballoztunk, itt sajnos ezeket a előny megszerzés után pillanatokat nem tudunk nagyon itt főleg a mérkőzés vége fele nem tudunk koncentrálni, és ezek mindig a ellenfél bünteti minket, mint a múlt héten is, vagy a múlt héten a vasárnap, most ma is kétszer vezettünk, tehát egy kicsi úgy éreztem, hogy benne volt a győzelem is, csak örülünk egy pontnak is, tehát nekünk minden egy pont fontos, hogy elérünk a célokat, tehát gratulálom a játékosomnak a egy ponthoz, csak mondom, hogy ebben a mérkőzésben sokkal többet volt. Ugye maradt a két csapat, ugye a 10. helyen volt a dolog, 11. a Szent Lőrinc, egyedül pontszáma 34 pont álltak, ugye ez nem változott. Mi lesz a következő mérkőzésen? Hát, mi lesz a következő mérkőzésen? Megyünk a szombatérre, meddig idegenben játszunk, egy olyan csapat, aki szinten egy kicsi rossz paszban van. Biztos, hogy várható hasonló mérkőzés. Egyértelmű utazunk a szombatérre tovább növelni a pontszámot, és van nekünk 3 nap, megpróbálom felkészíteni a csapatomat, úgy, hogy reális esélyek lennek ennek, hogy megszerzünk a következő pont vagy pontokat a szombatén. Minden csere lehetőségét kihasználta, elégedett volt a változtatással? Hát igazából nem voltam elégedett a változtatással, mivel kaptunk gól, tehát pont a csere után, pár perccel, egy szögletból, sajnos ezek rögzített szituációk, tavaly is volt probléma ezzel nálunk, most első fél szezonban nem annyira, most megint kijönnek, tehát nem nagyon tudunk reagálni ezeket a kipattanó labdákat, meg minden. Tehát van nekünk 3 nap, azon fogunk dolgozni, hogy ez ne forduljon elő. Tehát nem voltam megelégedve a cserével, csak ezt én cseréltem, tehát ez a én felelősségem és én hibám. Spóner József a vendégünk, aki néhány héttel ezelőtt vette át az esztergomi labdarúgó csapat, a megyei első osztályú csapat vezetését. Szervusz, Szepi! Szia! Köszöntöm a tisztelt nézőket! Ugye az esztergomi labdarúgás meglehetősen hányattatott helyzetben volt az utóbbi években, bár volt egy időszak, amikor úgy látszott, hogy felfelé ívelőben vagyunk, és reméljük, hogy ez így is lesz a továbbiakban, hiszen új pálya épült,
ugye a szakmunkásképző mögött egy nagyon szép kis pályavilágítással, és úgy is tűnt, hogy a csapat szépen megy fölfelé, de aztán voltak kisebb megtorpanások. Te, amikor visszakerültél, mi volt az első teendőd? Az első teendőm a felnőtt csapat helyre rázása volt. Hát többé-kevésbé fiatalokból állt fel az őszi szezonban a felnőtt csapatunk, és az idősebbek eligazoltak az utóbbi évekbe, és ezt szeretnénk helyreállítani. Ebben a fél szezonban egy csapatépítés folyik nálunk. Megpróbáljuk a régi játékosainkat újra a köreinkbe látni. Most 5-6-an már visszajöttek, illetve újra kezdték, inkább mondhatom. És a többiek pedig majd így szép folyamatosan visszaszivároghatnak. Hát reméljük, hogy így lesz. Ugye aki böngészi a megyei első osztályú labdarúgó mérkőzéseket, vagy az erről szóló beszámolókat, az látja azért, hogy itt a játékosok azért rendszeresen körbe-körbe járogatnak, úgy ugye Pilismarót, ugye Tát, nem tudom, a környező településeken, azért van egy kis forgás, Tokód, és így tovább, tehát ugye ez az a liga, amikor ugye amatőr státuszúak a játékosok, tehát igazából sok minden nem köti őket a klubhoz, tehát oda mennek, ahol éppen jobb a társaság, vagy jobban érzik magukat. Igen, az érthető is a részükről, mert megszűnt ez a esztergomi szív, mondhatni, és ez a hazai érzet, hazai környezet érzete, és ezt szeretnénk visszaállítani a kollégákkal egyetembe, hogy újra érezzék ezt az esztergomi szívet, ami lent uralkodott a laborminvasas pályán, a régi laborminpályán. Ezt szeretnénk most visszahozni az új otthonunkba. Lepite, ugye korábban a korosztályos csapatoknál edzősködtél, ugye itt Esztergomban. Hány esztendőig és melyik csapatokkal foglalkoztál? Az U6-os korosztálytól az U19-ig végig, 24 éven át. Egy fél évet voltam még a régebbi esztergomi felnőtt csapat edzője is, de többnyire az utánpótlással foglalkoztam. Akkor lehet azt mondani, hogy azok a játékosok, akik most újra visszatértek a csapathoz, illetve még várod, hogy esetleg jöjjenek, azok egykor a te kezed alatt pallírozottak. Így van. Egy óvodás korosztállyal indítottam 98-ba, és végig tudtam őket vinni, mint egy osztályfőnök, és ők közülük számítok még a jövőbe, a játékukra, mert mindenképpen szeretnénk, hogyha a mostani fiatalok is felnézhetnének valakikre, akikben már van több évtizednyi futball. Úgyhogy ez az igazi cél, hogy kialakítsuk ezt a, hát most már 28-30 éves éveibe járó játékosaink, most már család is van némelyiknél, akkor a hivatásuk is máshova szól, de szívesen segítenek vissza, jó jelzéseket kaptam. Ugye a legfontosabb nyilvánvaló nálatok is az utánpótlás nevelés, és a legfontosabb az, hogy a különböző korosztályokban olyan játékosok nevelődjenek ki, akik majd a felnőtt csapatban is szóhoz juthatnak. Itt mi a helyzet? Igen, van egy nagyon jó lehetőség a fiataloknak, mivel a klubunk az MTK-val partnerszerződést kötött, tehát a legtehetségesebbek kipróbálhatják magukat magasabb szinten is, ebbe segít az MTK, de sok egyéb dologban, például a rehabilitációban is tudnak segíteni, de egyéni képzéseket is tartanak. Úgyhogy Fülöp Lajos személyébe találtunk egy őszinte, becsületes utánpótlás szakágvezetőt, úgyhogy nyitott a kapu, és aki pedig olyan hivatást választ, és nem élvonalbeli szintű, vagy fejlődik, annak itt mindig nyitva lesz a kapu a felnőtt csapatnál. Ezt szeretnénk, hogy legyen ennek a piramisnak teteje is, és alja is. És akkor a egészséges folyamat kezdődhet meg újra. Ugye beszéljünk egy picit a megyei első osztályú csapatról, ahol ugye az őszi szezon meglehetősen, hát hogy is mondjam, kudarcosra sikerült. Most viszont ugye kötelező győzelmet hoztátok, hiszen megvertétek az utolsó Nagyigmándot. Mi a terved a szezonban, hogyha pontban vagy helyezésben lehet ezt mérni? Hát helyezéssel nem nagyon akarok foglalkozni. Inkább az, hogy csapatot építünk. Ebbe a fél évben szeretnénk helyre rázni a szíveket, lelkeket és a szellemiséget, hogy van jövője ennek a csapatnak, és a következő szezontól, hogy tudunk igazolni vissza a régi játékosainkat, akkor egy
egy erősebb felnőtt csapattal fogunk rendelkezni, mert most nagyrészt fiatalok alkotják a csapat egy részét, még mindig ilyen 60%-ba, és a többiek idősebbek. A fiatalok voltak szinte az őszi szezonban végig, rutintalanul, de viszont megmentették a felnőtt csapatnak a létét. Ez az, hogy ki tudtatok állni, ki tudtak állni a mérkőzéseken, akkor ez is egy nagy dolog volt. Most viszont ugye, ahogy néztem, 8 pont a lemaradásotok a Vétes Szőlőshöz képest, tehát az se elvárás mondjuk, hogy bent maradjon a csapat, hiszen akkor ezek a srácok játszanak, lényeg az, hogy megmaradjon a csapat. Bocsánat, a bentmaradás az úgy néz ki, hogy meg lesz, de viszont itt a legfontosabb, hogy egy egységes csapat kialakuljon, amivel hosszú távú célokat ki tudunk tűzni. Ugye korábban azok voltak az elvárások itt a csapattal, hogy hát legalább egy NB3-at megcélozni. Nyilván most ebben a szituációban nem nagyot álmodni lehet, de reális célt kell kitűzni. Igen, hát az NB3 az egy más kategória, megváltoztak a viszonyok az utóbbi évtizedekben. Az NB3 az már úgy tud működni, hogy ott elég komoly fizetéseket kapnak a játékosok, mi pedig olyan játékosokkal rendelkezünk, akik hivatás mellett sportolnak, futballoznak. Tehát este 7-kor tudunk edzést tartani, hogy ez már más ez a helyzet. Hogyha olyan hátterünk lesz, amiben ez megoldható, akkor az NB3-at is megcélozhatjuk, de ha még nem tudunk 1 méter 20-at lépni, addig csak sétálni tudunk, és ezt be is kell tartani, mert megint felbomolhat itt a rendszer. Sajnos ez a mai világ is arról szól, hogy a működések is veszélybe kerülnek, úgyhogy nagyon óvatosan kell fogalmazni, és lépni a jövőre nézve, hogy hosszú távon legyen ez a klub. Köszönöm szépen, hogy Szepi itt voltál velünk, és elmondtad ezeket a jelenlegi helyzet adta problémákat, és kívánjuk azt, hogy sikerüljön a csapatépítés. Köszönjük szépen, és én is köszönöm a meghívást. A mai műsorból sem maradhat ki állandó rovatunk, a tabella, ahol nyomon követhetik, hol tartanak a különböző csapataink a különböző bajnokságokban. Kézilabda NB2, nők északi csoport, a 14. fordulót játszották le a csapatok, a Szentendre nyert, az esztergomiak is a Dunakeszi otthonában tudtak nyerni 38-26-ra, az esztergomiak következő mérkőzését a Mogyoród ellen játsszák. A tabella második felében a Dorog a 11. 6 ponttal, a dorogiak legutóbb az Óksi otthonában veszítettek, a következő mérkőzésüket otthon játsszák, a Tatabánya lesz az ellenfél. Rögbiben a 6. fordulót játszották le a csapatok, az esztergomi vitézek vezetnek 27 ponttal, második a Szeged, harmadik az Excise. Az esztergomiak legutóbb még március elején a Debrecen ellen nyertek 55-12-re. Az NB2-ben a Merkantil Bank Ligában a 28. forduló után ez a helyzet, a Vasas vezeti a tabellát, második a DVTK, a Vasas megverte az Etót 2-0-ra, a DVTK viszont nem bírt a Békés Csabával, itt a végeredmény 4-3 lett a Békés Csaba javára. A Dorog Szentlőrinc mérkőzés összefoglalóját láthatták, 2-2 lett, vagyis a Dorog továbbra is a 10. helyen áll 35 ponttal. A tabella második felét a Szentlőrinc vezeti, legutóbb Dorogon sikerült 1 pontot szerezniük. A Csákvár kikapott, a Budafok nyert a haladás ellen, a Szolnok-Kecskemét mérkőzés pedig 0-0-ás végeredményt hozott. A megyei első osztályban a 19. forduló után a Zsámbék vezeti a tabellát, második a Koppánymonostor. A két csapat egymással játszott, és a Zsámbék idegenben 2-0-ra nyert. A Tát a Bábolna ellen játszott, és 2-2-es döntetlen született, így maradt a 4. helyen a Tát, 5. a Bábolna. 29-29 ponttal, 29 pontja van a Kecskédnek is, a Nyergesiek 1 ponttal lemaradva a 7. A Nyergesiek legutóbb Vértes Somlón nyertek 5-2-re. A tabella második felében 8. a Sárisáp. A Sárisápiak legutóbb az Esztergom ellen léptek pályára, és 1-0-ra kikaptak.
Az esztergomiak tehát megszerezték következő győzelmüket, 12-et jelenleg, 15 ponttal a tabellán. A megyei másodosztályban a 18. forduló után a Pirismarót vezet 44 ponttal, mögötte a Mocsa 43 ponttal, a Csónok a harmadik 41 ponttal. A Pirismarót a Kisbért, a Mocsa a Süttőt, a Csónok az Ácsot győzte le. A lábatlan otthon kapott ki az Etétől 2-1-re, így hetedik. A megyei másodosztály második felében a tizedik helyen található a Bajót, akik egyébként 5-0-ra nyertek Ászáron. A Süttő a 11., ők kikaptak a Mocsától. A Tokod a Piriscsével játszott és 9-1-re nyert. Ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is, akkor is lesz lelátó. Addig is, ha tehetik, töltsék sportosan a mindennapjaikat a viszontlátásra.